Sorverseny és lézerlövészet. A nyírbogáti általános iskolások nem egy hagyományos tanítási napon vettek részt pénteken. A Honvédelmi Sportszövetség jóvoltából honvédelmi sportnapot szerveztek az intézményben. A szövetség pályázatot írt ki az általános iskolások számára. Erre pályázott a Mátészalkai Tankerületi Központ is. 32 elnyert pályázatnak köszönhetően 34 oktatási intézményben szerveznek majd ehhez hasonló programot a jövőben. A 20 millió forintos támogatásból 4830 diákot vonnak be a programba. A pályázatot azért adtuk be, mert a gyerekeknek a hazafias neveléséhez kapcsolódva nagyon fontosnak tartjuk azt az identitástudás nevelését, is ezzel szeretnék megerősíteni, és nem utolsó sorban a honvédelemhez kapcsolódó ismereteiket és a fizikai állóképességük nevelése érdekében. A későbbiekben pedig sporttáborokat is szerveznek majd a diákoknak. A program másik célja, hogy minél többen jelentkezzenek katonai szakközépiskolába, tette hozzá a központ igazgatója. A hazafias nevelés már most is része az oktatásnak. A testnevelés óra keretében, a rendgyakorlatok keretében van, ami az alakiságot jelenti ezeknél a gyerekeknél, és ez egy teljesen új dolog, és ezt szeretnénk a minél több intézményünkbe. Az 50 évből már szerencsére 34-be sikerült ezt megvalósítani. A két éve indult kadét programhoz bármilyen középiskola vagy gimnázium csatlakozhat. Ez esetben az intézményben minden osztály kap egy katonai mentort, akik a katonai képzést mutatják be a tanulóknak. A hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos Nyírbogáton kiemelte, nem katonákat, hanem hazájukat szerető fiatalokat akarnak nevelni. Céljuk az egészséges nemzettudat kialakítása a diákok szellemiségében. Az általános és középiskolában a hazaszeretetre épülő hazafias nevelés kialakítása a cél. A honvédelmi nevelés pedig a szakirányú felsőoktatás feladata, tette hozzá Simicskó István. A Honvédelmi Sportszövetséget is létrehoztuk, ez egy köztestület, törvény szól róla. A Honvédelmi Minisztérium támogat minket, a kormányzat támogat minket, ez egy civil szervezet, most már több mint 200 tag szervezetünk van. Egy országos hálózattá szeretnénk fejlődni és alakulni, emellett szeretnénk képíteni azt az infrastruktúrát is, amely szükséges mindehhez, hogy a gyakorlatban is megéljék a fiatalok az ilyen típusú képességeket. Tehát honvédelmi sportközpontokat építünk, ami minden járásban lesz majd, ahol a sportlövészet, a küzdősportok és a technikai sportok lesz lehetőség, hogy elsajátítsák a fiatal emberek, illetve bárki, azt kell mondjam, tehát felnőttek is nyilván. És egy stratégiát rakunk össze, amely arról szól, hogy a tervezete már kész van, amely arról szól, hogy a nemzeti alaptanterben és a kerettantervekben milyen módon, milyen mértékben tudjuk majd a gyermekeink szívébe tenni a hazaszeretet érzését. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres arról, hogy elismert honvédelmi szakembereket, katonákat és rendőröket nevel, közölte a térség országgyűlési képviselője. A mi megyénk az egy olyan föld, ami kitermi a hazájukért áldozatot vállaló honvédeket, rendőröket, és szeretnénk a fiatalokat felkészíteni ezzel a lehetőséggel, hogy egy kis pluszt adjunk nekik. A pénteki sportnapon egy új autóbusszal is gazdagodott a nyírbogáti Vántus István általános iskola. Egy infrastruktúrális pályázatnak köszönhetően 52 személyes iskolabuszt vásárolt az idén felújított intézmény. Ez a jövőben a nyírbogát környéki településekről bejáró gyermekek utaztatását fogja segíteni.